A tavalyi év azonos időszakához képest felpezsdült az autópiac, egyre többen keresik az elektromos gépjárműveket. Ennek az a fő oka, hogy a jogi személyek állami támogatást igényelhetnek, amennyiben zöld rendszámos autót választanak, mondta Képe Tibor, egy 60-i kereskedés tulajdonosa. Évelején megjelent egy elektromos autó pályázat, amelyben a vállalkozások részére 4 millió forint támogatást lehet igényelni, és hát azt látjuk, hogy az első fél évben a nálunk forgalomba helyezett új autók több mint 50%-a teljesen elektromos gépjármű volt. Szerencsére a cégek élnek ezzel a lehetőséggel, a pályázat nem bonyolult, aki megigényelte, tulajdonképpen mindenki megkapta a támogatást, és ez a lendület ez még most is tart. Látjuk, ha szétnézünk itt az autószalonban is, hogy nagyon sok zöldrendszámos autó van. Ez mindennek köszönhető, hogy igazán az Európai Unióban szinte csak Magyarországon van egy ilyen kedvező lehetőség, és ezt ki is használják a vállalkozások. Hozzátette, hogy a magánszemélyek az év első felében a középkategóriás autókat keresték leggyakrabban. Az árérték arányban kedvező vételárú használt gépjárműveket pár napon belül tudják értékesíteni. Képe Tibor részletezte továbbá, hogy általában 1-3 millió forint között mozog az az összeg, amit négy kerekűre költenek a vásárlók.